Hello mindenki, látsz, hogy és üdvözlök mindenkit a Sims Hajótalt Krónikák 10. részében. Amint Jessica kialudta magát, mehetünk is a Fortune forráshoz, ahol mi díszvendégek leszünk. Soha nem voltam még ilyen könnyed új emberek társaságában, semmit nem akarok kihagyni a vulkánfesztiválból. Menj hozz, ahová a főnök megy, elvisz egy el. Oké, majd a főnököt kell megint megkeresni, vagyis ahol előbb voltunk. És hát az előző részben, ahol voltunk. Oké. Edzett. Kicsit trehány, közvetlen, lusta, inkább komoly, mint játékos, és kedves. Ez még a javára válhat. Edzettség és fekete haj. Na lássuk, neki barna haja van, neki fekete, neki is fekete. Neki is fekete. Szóval ezért, na mindegy. Értitek a cheesy jót? Vagy nem? Oké, most pedig vissza kell mennünk oda, ahol voltunk. Faluöböl? Faluöböl. Oké. Itt voltunk, valahol itt, igen. Nem arra kell nekünk menni. Itt tárcsarogtunk, az biztos. Felderítés, erre kell nekünk menni. Bingo! Amint ideje, persze. Órák kérdése. Oké, már jön is. Oké. Első művelet, öltözzön át. Második művelet, körülnézünk. Van itt valami értékes? Szerintem erre kell majd menni. Szóval erre megyünk. De most miért futott el? Akkor menjünk erre. Oké, szerintem rossz helyen vagyunk. Aha. De nekünk akkor is erre kell mennünk, szerintem. De miért fut el? Akkor nem erre kell jönnünk. Mindjárt megnézzük, hogy akkor hova kell mennünk. Lehet, hogy aztán... Nem, ez a falu piac. Itt nincs semmi. Egy átjáró se. De itt van valami. Ez is a falu piachoz vezet. És ez? Itt nincs elérhető akció, de miért? Akkor menjünk vissza a falu piacra, lehet, hogy oda kell mennünk.
Ja, ez eddig is itt volt. Így. Ez merre vezet? Dögevők mezeje, nem erre kell mennünk. Arra se tudunk menni. Ezen az oldalon. Lehet, hogy erre kell mennünk. Megvan, fortyan forrás, megvan. Csak gondolj bele, én Jessica, díszvendég vagyok a Vulkán Fesztiválon. Oké, nagy nehezen csak megtaláltuk. Húristen. Remélem a díszvendég nem azt jelenti virágnyelven, hogy ember áldozat. Forró pillanatok, 13. fejezet. Annyira örülök, hogy eljöttél, Jessica. Van itt valami számodra, úgy történet jutalom. Hát így kommunikálunk a szigeten, te vagy az első kívülálló, aki ilyet kap. Jessica, a hagyomány szerint a fesztivál díszvendégének párt kell választania. A kagylótelefon segítségével a faluból bárkit áthívhatsz, akivel már találkoztál. De bölcsen kell dönteni, a végén még az egész életedet a pároddal töltöd. Bármilyen hosszú is legyen az, no, ez csak egy kis benszülött tréfa volt. A nagy választás. Kagylótelefon. Jaj, megvan. Ez olyan, mint a másik telefon. Hívás. Sim. Munkahely. Na, kit válasszunk? Kit válasszunk? Legyen ő? Vagy ő? Nem tudom. Legyen ő. Ő legalább nem néz ki olyan négerül. Valamennyire illik Jessica holdfehér színéhez. Úgy. Megtisztelnél, ha elkísérnél engem a díszvendéget a fesztiválra. Megtisztelsz, mert én is nagyon szeretnélek elkísérni, reméltem, hogy engem kérsz meg. Jipi! Rendezvút akarsz adni ennek a színnek? Igen. Amint a városban soha nem tudnék összehozni egy randit olyas valakivel, mint Timothy. Komolyan kezdem nagyon jól érezni magam itt. Ez az. Csevej, ez a kedvenc új fesztiválom. Igazából mi ez a vulkánfesztivál? Réges-rég a vulkánfesztivál a törzs legszentebb ünnepe volt. A fesztivál annak a napnak állít emléket, amikor a vulkán kiemelkedett a tengerből, a növényzettel, az állatvilággal és törzsünkkel egyetemben. Az első törzsfőnök már trónján ülve emelkedett ki, az első sámán botjával kezében a főnök mellett állva. Tuku Tuzu, az első sámán hatalmas erőkkel bírt, ő és az első törzsfőnök testvérként szerette egymást. Király. Oha. Játszani vele, Timothy. Nem szeretném, ha Timothy unatkozna, játszanom kéne vele. Játszon. Piros pacsi. Csiklandozós. Meg akkor flörtöljön vele egy kicsit. Na. Ez az. Amikor Tuku Tuzu... Nem. Amikor az első törzsfőnök meghalt, Tuku Tuzu megőrült fájdalmában, éjjel-nappal csak újabb és újabb italokat készített. Részeges volt, mondjuk azt. Tuzu egy olyan italt akart, amit becsapja a halált, ehelyett végül felemésztette a hatalom iránti mohósága és sóvársága. A fesztivál a második esélyek ideje volt, esély megtapasztalni a vulkán és a törzs erejét, valamint szerelmét. Csevej. Mit kell csinálnunk? Timothy megölelése. Abból ítélve, hogy ahogy a főnök és Huhana köszöntött, olybá tűnik itt általános szokás az ölelkezés. Remélem, Timothy nem érzi úgy, hogy túl rámenős lennék. Ölelés. Mit kell csinálnunk? Összebújás. Olyan nincs. Ölelés van. Romantikusan. Ez az. De sok-sok évvel ezelőtt valaki, Maneve főnök, ez a szerelmesek lettünk. Szerint Tama sámán kívülálló, úristen!
kívülállókat hívott el, hogy megnézzék a fesztivált. Mi történt? Miféle kívülállók? A pilóta? A rákövetkező napon Tamás Rámán elvesztette a legnagyobb hatalmát, egyesek úgy vélték a vulkán vette vissza, mások az idegeneket hibáztatták. Erről még mindig folynak a viták. Húha. Mi történt a kívülállókkal? Ó, már nincsenek velünk. Azaz, meg vagy. Szóval mi a helyzet most a fesztivállal? Úristen. Miután ellopták tőlünk a vulkán hatalmát, a fesztivál az élet ünnepévé változott, és az udvarlásévá. Ó, tényleg? Nem mondod. Húha. Összebújás Timothy Simmel, basszus. Bár soha ne érne véget ez a randi, kíváncsi vagyok, Timothy vajon készen áll-e arra, hogy még tovább lépjünk. Tip, ha szeretnél rendelkezni Timothy Simmel, kacsincs rá a legközelebbi hagy hátra minden bajt és bútor fotelre, és válaszd a leül opciót. Ezt követően válasz ki Timothy Simmet, és kacsincs a kérje meg, hogy csatlakozzon menüpultra pontra. Ha mindketten a kanapén ültök, kacsincs a... Igen. De nekem itt mutatta ezt a jacuzzit is. Szóval így. Kérje meg, hogy csatlakozzon. Összebújás, ez kell. Lefröcskölik, ne fröcsköljenek le. Ez az. Jó, itt Jessica, nagyon kellemesen éreztem magam. Csevej. Miért csevej? Kivel csevej? Ah, jön. Oké. Okay. Tetszel a népemnek, Timothy is kedvel. Ha gondolod, örömmel befogadunk. Köszönöm, főnök, megfontolom. Tessék, ez majd segít gondolkodni, és segít felidézni Fortyan forrásnál vett fürdőidet Timothy Simmel. Attól tartok, ha a faluba költözök, talán soha nem megyek el innét. Veszélyes. Hazatérés. A benszülöttek azt szeretnék, ha köztük élnék, de ez nagy döntés. Vissza kéne térnem a kunyhóba, keresni egy csendes zugot, ahol fontolóra vehetem a főnök döntését. Az árnyas lagunába való visszat... Oké. Szóval árnyas laguna. Dzsungel, tudzuháza, Fortyan forrás. Most már majdnem mindent felfedeztünk, csak még itt van pár dolog, meg itt van valami vulkánszerű cucc. Mi ez hazatérés? De én inkább itt jelölöm ki. Szóval... 14. fejezet, udvari sajtó. Na most nézzük meg, mit kaptunk a főnöktől. Ó, tropusi láz, forró kád. Király. What? Ezek meg mit keresnek itt? Nehogy már. Elfoglalták a... Jó. Na hát, nézd csak, mi a jutalma annak, hogy rendes vagyok. De mit röhögsz? Mit kell csinálni? Óha. Hugh Bailey kiosztása. Ennyi elég, most aztán jól kiosztom ezt a Hugh Bailey-t. Beszélgetés. Vita! Hé, mit tettetek az otthonommal? Csak átrendeztük kissé a hatékonyság kedvéért. Miért? Miért? Mert én maga... Ó, nem érdekes. Már itt sem vagyok. Sok szerencsét. Miért megy el?
Elmondom, ha megtalálnak. Élvezik a lagunát, most már teljesen a maguké. Hallottátok ezt, hölgyeim? Épp most zártam le az első ingatlan ügyemet a szigeten. A következő lépés az üdülőbérlet. Úristen, de fiak. Micsoda nagy kutya vagy, Hugh? Könyvet kéne írnod. Úristen. Hol van ez a Reinhardt professzor? El kell mondanom a professzornak, mi történik és hol találhat meg. Hol van? Kezdjük ott. Nem, az nem ő. Hol van professzor? Úristen, de nem jó, ha magasan van. Még egyet fordítunk. Nincs itt a professzor most. Nem, nincs. Aludjon pizsamába. Az lesz a legjobb. Jó, és akkor itt lenne vége ennek a résznek. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. Következő részben meg kell keresnünk Reinhardt professzort, hogy aztán kilakoltassuk ezeket a népeket. Vagy mit lakoltatjuk is saját magunkat, nem tudom. Szóval, köszönöm a figyelmet. Lac voltam. Minden jót. Sziasztok!